köszönjük. Az orrát, száját is eltakarta maszkkal ez a nő a szekszárdi autóbuszállomáson, miután a polgárőrök erre felszólították. Rendszeresen járőröznek a Tolnai megyeszékhely közterületein, és ha szabálytalanságot tapasztalnak, felszólítják az embereket a regulák betartására. Azt mondják, maszkviseléssel már nincs probléma, és az esti kijárási korlátozást is zömében betartják az emberek. Nem nagyon kell senkit kérdőre vonniuk este 8 óra után. 33 polgárőr rója az utcákat Szekszárdon. A Tolnai megyeszékhelyen ezzel az autóval látják majd el az új feladataikat a jövőben. A belügyminisztérium ugyanis felkérte a polgárőrséget, hogy a koronavírus elleni védőoltás lakossági mozgósításában vegyenek részt. Itt elsősorban az idős, beteg, mozgáskorlátozott emberek oltási helyre való szállításáról van szó. A szállításban az oltópontokhoz való odajutásban fogunk tudni segíteni idős honfitársainkon, vagy rászorult embertársainknak, és hát többnyire várjuk a feladatok megjelölését, konkrétan még nem kaptunk erre való felkérést. Széles János, a Tolna megyei Polgárőrszervezetek Szövetségének elnöke azt mondja, amennyiben az önkormányzatoktól erre felkérést kapnak, nem csak a szállításban segítenek majd, hanem az oltásról szóló értesítő kézbesítésében is. Első körben most felmérik megyei szinten, hogy mennyi polgárőr tudna ezen új feladatokban részt venni, és ha szükséges, embereket csoportosítanak át azon településekre, ahol nem működik polgárőr egyesület. Az eszközök, autók azonban rendelkezésre állnak. Az, hogy azokkal mit szállítsanak majd, egyelőre nem dőlt el. Ezt várjuk, hogy mikor és hol lesz kijelölve az oltópont, illetve a helyi településeken hogy kérik fel a polgárőrséget. Az orvost és az direkciót vigyük, vagy a lakosságot, időseket, természetesen egyedül élőket, vagy éppen a perifériára szorult embereket, akiknek sem autója, sem egészségi állapota nem engedi meg, hogy a kijelölt időben kijelölt helyen legyen. Közel 1900 polgárőr tevékenykedik Tolna megyében. A lakosság tömeges oltása a tervek szerint január végén, február elején kezdődhet el.